És már is egy alelnök a stúdióban, Z. Kárpát Dániel, Jobbik konzervatívok képviseletében. Jó reggelt kívánok! Szép reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, és plusz egy újságíró a HVG-től, Tarnai Kristóf Ábelem a reggeli kérdezőt. Elsők az egyenlők között. Igen, tiéd az első kérdés. Hát ha már itt elhangzott, akkor azért én is gondoltam rá, hogy azért miatt itt az akut kérdésekre rátérünk, azért ugye reagáljon már arra, hogy azért Vona Gábor nem csak egy N plusz egyedik politikus, a jobbikosok számára volt elnökük, volt miniszterelnök, jöhetjük. 2026 még messze van, tehát nem teljesen világos, de hogy bármilyen szerepben ő visszatér a politikába, ahhoz mit szólnak? Mit szólnának? Önnézze, én is hallom azt a zuhanyhíradót és azokat a folyosói pletykákat, amelyek erről szólnak. Nyilván egy olyan közszereplőről van szó, akinek én személy szerint is nagyon-nagyon sokat köszönhetek. Tehát az első élmény, vagy az első ilyen érzésvilág, ami felmerül az emberben, az a sok közösen megvívott csatának az emléke, és hát azt is látom, hogy a 2018-as választás után azért egy kataklizmaszerű változás következett be, egyébként a mi életünkben is, de amíg csak ilyen folyosói pletykák jönnek szembe, tehát semmiféle megfogható konkrétum, addig nehéz mire reagálnom. Uh-huh. Na jó, de alapvetően ez, ha tényleg alapít valamilyen új formációt, pártot, akkor az nem egy jó hír a Jobbik sokadik számára. Ex-jobbikos formáció lenne. Hát igen, de talán nagyobb felhajtó erővel, mint a... Nagyon őszintén szeretném leszögezni az ezzel kapcsolatos álláspontomat, ami pedig a virágozzék minden virág. Nagyon őszintén gondolom úgy, ha valakinek, van egy jó narratívája, tudja, hogy mit gondol a világról, tudja, hogy hogy akar javítani rajta, akkor teljesen mindegy, hogy hány idézőjeles, rivális vagy szövetséges politikai erő jelenik meg a térfélen. Ha valaki nem artikulálja megfelelően, hogy mit szeretne a világtól, hol helyezi el saját magát benne, hogy akar javítani rajta, és a Jobbik konzervatívoknál azért voltak kommunikációs hiányosságok ezen a területen a korábbiakban, akkor bizony jöhet akár egy riválisok nélküli tér, akkor nem próbálják meg veszni az a politikai erő. Visszacsábítani. Tehát a Jobbik konzervatívok tekintetében ez a narratíva, ez a világban való önmagunk elhelyezése, hogy a polgári és egyébként jobb oldalon a cselekvőket, az aktívakat, a tehetséget, a szorgalmat próbáljuk díjazni, és egy családokat támogató, nagyon aktív politikát folytatunk. Ez egy elhelyezés a koordinátorrendszerben. Jó, de most nagyon diplomatikusan fogalmazza, hogyha van valaki, aki jól kommunikál, van egy tábora, építkezik, hát az mégiscsak egy erős rivális, amely párt lehet, hogy ha erről lesz szó, szavazatokat von el a Jobbiktól. Hát ez nyilván nem egy jó hír önök számára. Én ezt egészen máshogy közelítem meg, szerkesztő asszony. A különböző versenyhelyzetek engem mindig még keményebb munkára sarkaltak, és van egy kikristályosodott világkép, amit látok a politikai közösségemet illetően, és én azt szeretném bejárni. Ebbe minden esetben csak tévútra vitt az, hogyha az ember más pártokkal, civilekkel, rivális szervezetekhez képest hasonlítja és helyezi el önmagát. Szerintem ez nem jó út. A saját arculat, a saját üzenet kikristályosítása viszont a helyes út. Na de egyébként, ha már erről beszélünk, akkor azért Jobbik most azért nem áll olyan nagyon izmosan a különböző közvéleménykutatások, a Ruf Bálint politikai tanácsadó, aki egyébként azt mondta a Gemisnek néhány napja, hogy szerinte, ha Gyöngyösi Mártonnak lett volna politikai bátorsága, akkor visszahívta volna a Jobbikba Vona Gábort és Jakab Pétert, akiről úgy fogalmazott, hogy az MB2-ben ugyan, de fajsúlyos politikai szereplők ma is, de azt mondja, hogy ebben az állapotban egyedül indulva szerintem ez lesz a Jobbik utolsó választása. Mit szól ehhez? Nem valószínűsítem, hogy az utolsó választásunk lenne, akár sikeres lesz, akár nem, de ez utóítéletes műfaj, tehát az eredmények ismeretében lehet bármit letenni. A politikai szifit én is szeretem. 22-ben is jobban szerettem volna mondjuk egy kétlistás megközelítést az ellenzék részéről, és nagyon sokan kitartottunk a kétlistás modell mellett, ameddig csak lehetett. Tehát nyilvánvaló módon a mi lett volna, ha is egy érdekes kérdés, egyébként én szeretek ezzel foglalkozni, nem érzem ezeket fölösleges kérdéseknek, és a mi lesz is egy legalább ilyen érdekes kérdés. Szerintem a Jobbik konzervatívok egy nagyon jó irányba mozdult el a tekintetben, hogy megfogható, hogy mit akarunk a világtól. Elmondjuk, hogy a szervezett vendégmunkás import helyett a magyarok pozícióinak erősítésére kellene építeni. Elmondjuk, hogy a kényszerű kivándorlással szemben egy lakhatási programot kell támasztani. Ha felteszem önnek ezt a kérdést egy évvel ezelőtt, nem biztos, hogy el tudta volna mondani, hogy mit is akar a Jobbik ezekben a kérdésekben és ezeken a területeken.
Mi nagyon aktívan dolgozunk azon, hogy ez a jobboldali konzervatív a családokat és a munkavállalókat is támogató üzenetrendszer keresztül menjen, és nyilván ennek a hatékonysága határozza meg a jövőbeli eredményeinket, nem pedig az, hogy másokhoz képest hogy határozzuk meg önmagunkat. Az jutott eszembe, hogyha Vona Gábor ugye hasonló nevű pártot hoz létre, mint a második reformkor alapítvány, akkor ugye a Jobbik konzervatívok kötőjel második reformkor választási párt, ugye? Ez így nagyon érdekes, nagyon, nagyon érdekes konstellációt hozhatna létre, hogy a konzervativizmus és a reformizmus együtt érdekes kísérletet teremtene ez a választásokon, de ez csak egy gondolatkísérlet volt, ha már a vendégmunkásokat említette. Nagyon érdekes helyzet, hogy március 7-ig meg van hosszabbítva a migrációs válsághelyzet, miközben ezrével hívunk be filippino vendégmunkásokat. Tehát ez egy, hogy is mondjam, ez egy olyan kuriózum, amit szerintem érdemes szabadalmaztatni. Némi pikantériája van annak, hogy valóban meghosszabbodik a migráció okozta válsághelyzet, miközben egy kormány iparosított módon szervezi a vendégmunkások tömeges behozatalát. Ugye amikor 500 000 munkás kéz szükségességét emlegette a kormány, mi azonnal szóltunk, hogy hoppá, a kormány saját miniszterei szerint is hozzá lehetne nyúlni a magyar aktivitási rátához. 100 000-ével és 100 000-es nagyságrendben van itthon olyan inaktív honfitársunk, aki ingyenes átképzéssel, megfelelő motivációval sokkal könnyebben lenne mozgásba hozható, mint valakit idehozni a harmadik világból. Ott a kényszerű kivándorlás, amit szintén kezelni kéne, hogy pusztán a munkabérért, azért ne hagyják már el 100 000-ek ezt az országot. A kormány viszont teljesen... honfitársaink 100 000-re is megteszik. Így van. És ez nem biztos, hogy ez egy természetszerű folyamat, amit be kéne áraznunk, hogy a globális korban élünk, és hát aki mondjuk volt devizahiteles, és forintra váltották az ő hitelét, az a törlesztőjét csak úgy tudja kitermelni, ha elmegy egy vágóhídra dolgozni valamelyik Benelux államba. Nem egészséges ez így. Összességében viszont azt látjuk, hogy a kormány nem most kezdte ezt a folyamatot, én már 2 éve tartottam arról sajtótájékoztatót és több felszólalást, hogy aláírtak megállapodásokat ugye a vietnámi szocialista köztársasággal, Mongóliával, Kazasztánnal, Indonéziával, nagyon sok olyan országgal, ami nem ugrik be elsőre, hogyha munkaerőt akarunk verbuválni. Áramvonalasították a szervezett vendégmunkás importot, és ott egyébként még a különböző állás vagy szakma csoportok is felsorolásra kerültek, a kasszástól a húsfeldolgozóig minden meg volt jelölve, ami a piacon mozdítható. Ugye azért ez azóta egy pedig tovább áramvonalasították. Mert hogy ugye a munkaadók is elmondják, itt nálunk is többször volt erről szó, hogy ők ennek nem örülnek, mert egyébként a külföldi munkavállaló többe kerül a pluszköltségek miatt, de hogyha azt akarjuk, hogy a magyar gazdaság fejlődjön, akkor sajnos ez nem elkerülhető, és valóban van tartalék, csak ott nagyon sok a feltételes mód, hogy az, aki évek óta, akár 5-10 éve is inaktív volt, ő mennyire gyorsan és hatékonyan aktiválható, vagy csatornázható be újra a munkaerőpiacra. Nekik meg most kell a munka. Azért ezek az átképzési programok azért alapvetően hosszú távon működnek. Tehát, hogy az... Önök szerint fenntartható az, hogy Európa egyik legszűkmarkúbb munkanélküliségi ellátási rendszerében 3 hónap után lényegében nem jár kézzelfogható segítség egy magyarnak, aki itt állást keres, miközben a munkakeresés átlagos ideje minden mértékadó statisztika szerint 9 hónap fölötti. Nehogy már ne legyen itthon tartalék, ez nem igaz. Ez egy olyan erős lobbyerő által keltett hangulat, ami egyszerűen nem találkozik a valósággal. 100 000-ével áll rendelkezésre olyan magyar munkaerő, aki vagy közvetlenül, vagy átképzéssel igenis mobilizálható. Tehát önmagában az, hogy itt szervezett módon hozzanak be egyébként 100 000-eket a következő években, óriási kulturális, társadalmi és egyébként munkaerőpiaci feszültséget is rejt magában. Ne gondoljuk azt, hogy hosszú távon olyan tömegeket fognak behozni, akik lényegesen drágábbak lesznek, mint a magyarok. Jellemzően alacsonyabb bérért fognak elvállalni olyan munkákat, feladatköröket, amelyeket magyarok magyar minimálbér tenni, ez pedig letöri a béreket. Ha el akarunk indulni egy olyan irányba, hogy a magyar minimálbér legyen a mérce, ne vicceljünk erre, nem lehet Magyarország jövőjét alapozni, hogy majd minimálbér környékére leszorítjuk a fizetéseket minden gyártósor mellett. A helyzet az, hogy ez így nem fog működni. A vendégmunkások tömeges jelenléte le fogja törni a béreket, feszültségeket fog okozni, és már most hallunk olyan hangokat az interjúk során,
hogy magyar munkavállalóknak egyes munkaadók szóltak, hogy hát ne nagyon pattogjatok, hogyha nem akarjátok elfogadni a szigorú munkafeltételeket, mert jönnek helyetekre a külföldi. Bocsánat, azt a részét értem, hogy egy mondjuk a Fülöp-szigetekről idehozott ember, aki egy munkásszállón él, amit egyébként a cég fizet, tehát ez is egy plusz költség, plusz stb. Úgy tudom, hogy a magyar állam azért támogatja. Vagy ezeket. Okay, igen. A tegnapi rendeletet, ha elolvassa, akkor adott esetben fontos magyar nemzetgazdasági beruházások, mondjuk budapesti Dunahíd kikerült a kiemelt nemzetgazdasági ügyek listáról, a debreceni munkásszálló az ottani gazdasági övezetben pedig bekerült. Jó. Ezt támogatja Magyarország. Azt akarom csak kihozni, hogy azt értem, hogy míg egy magyar dolgozó hétvégén hazamegy a családjához, addig a nagyon messziről idehozott, mert nyelvet nem beszélő ember az ország hétvégén is többet befogható túlórára, ezt értem. Azt nem értem, hogy van ez a nagyon régi toposz, az elveszik a munkát. Adott egy magyar nyelv, anyanyelvű, Magyarországon szocializálódott, magyar kapcsolatokkal rendelkező ember, vele szemben egy messziről érkező, magyar nyelvet nem beszélő, magyar munkaerőpiaci tapasztalatokkal nem rendelkező ember többszörösen hátrányból indul. Hogy lehet, hogy az ő munkáját el tudja venni valaki, aki ennyire hátrányból indult? Nem lehet, hogy akkor az ő képességeivel, munka bírásával, motivációval, valamivel nagy baj van, hogyha ennyire hátrányból indulva el lehet venni idézőjelbe az ő munkáját. Én értem szerkesztő logikáját, és értem a kérdés mögött húzódó filozófiát, csak én egészen mást vallok a világról. Számomra ez nem egy technokrata, pragmatikus, munkaerőpiaci kérdés, hanem a szülőföldön való boldogulás kérdése. És engedtessék meg, hogy a saját szülőföldjén az első helyen a magyar munkavállaló álljon. Egyébként Fülöp-szigeteken nagyon kívánom azt, hogy az ottani munkavállaló, a filipino álljon az első helyen, és ő ne kényszerüljön olyan méltatlan helyzetbe, hogy mondjuk 10 millió számra külföldön kelljen megélhetést találni. De én ugye magyar képviselő de vagyok. Akkor is magyar munkavállalót foglalkoztassanak, az valamilyen szempontból negatívabb. Akkor is magyar munkavállalót foglalkoztassanak, hogyha ez átképzési programba kerül a költségvetésnek, ha ez extra család támogatásba kerül, mert ha ön folytatja ezt a matematikai műveletet, számoljuk ki, Magyarországnak mi az, ami a legjobban megéri, nem az, hogyha a jövő adófizetői itthon születnek meg? Ön hogy árazza be a matematikai műveletek során azt, hogy több százezer magyar külföldön alapít családot, és ott születnek meg a gyerekek? Azok a gyerekek jó eséllyel és sajnos nem magyar adófizetők lesznek. Kiürül az országunk ellehetetlenül, éppen ezért én azt mondom, hogy Magyarországon a szülőföldön való boldogulás lehetősége mindenkinek jár, a magyar munkavállalót előnyben kell részesíteni, természetesen az unió szabályrendszer ismeretében, de elmenve a falig minden tekintetben, a szervezett vendégmunkás import pedig nem lehet megoldás Magyarország problémáira. Azt akartam kérdezni, hogy érti a szülőföldön boldogulásból, érti a kormány elítélő politikáját, ami a migrációs válsághelyzet megoldását célozza európai szinten. Nem ezt kérdezem, hanem a családi pótlékról szeretnék kérdezni, mert ez egy érdekes témafelvetés, hogy ön azt rója fel, hogy miért nem értékálló a családi pótlék, ha már egyszer egyetért a kormánnyal, ugye, hogy a munka az ösztönző módon hathat, az állami eszközökkel való ösztönzése helyes, de az értékállóságot biztosítani kell. Volt egy jobbikos megszólalás a parlamentben, jó sok évvel ezelőtt, ha munka van, akkor minden van. Ezt ugye megpróbálja átvenni a Fidesz. A helyzet az, hogy nekem nincs bajom azzal, hogyha munkavégzéshez kötnek egyfajta támogatásokat, a családi adókedvezmény ilyen. A bajom azzal van, hogyha összeadom a családi pótlékot, ami ugye alanyi jogon jár, és összeadom a családi adókedvezmény összegét, akkor sem jön ki az, amit mondjuk Lengyelországban megkap egy család, és akkor sem jön ki az, mint hogyha felsúlyoztam volna inflációval a 2010-es támogatási szintet. Másfajta támogatások bővültek, ez jó, de a családi pótlékot még nem csak alanyi jogon adva dupláznánk meg, hanem családi kártyán dupláznánk meg, viszont egy dupla összegben adnánk. Miért értelmes a családi kártya konstrukciója? Azért, mert garantálni képes, hogy a gyermek érdekkörében hasznosul az utolsó forint is. Nem feltételezünk egyik családról vagy családfőről sem rosszat vagy negatívat, de utóítéletesek vagyunk a kérdésben. Nagyon sok magyar családban nem a gyermek érdekkörében hasznosultak ezek az összegek, ezért családi kártyával alapvető élelmi
kényszert, gyermeknevelési cikkeket lehet vásárolni, lehetne. Itt a gyermeknevelési cikkeknél uniós rekorder 27%-os büntető áfa, büntető adó sújtja a gyermeknevelést, ami önmagában vállalhatatlan. Harmadsorban a gyermek szellemi épülését szolgáló különböző szolgáltatásokat és javakat lehetne megvásárolni. Így tehát ez az összeg garantáltan ott hasznosulna, a digitális korban másodlagos piac kialakulásának viszonylag visszafogott az esélye, de még ha most így módon megdupláznánk a családi pótlékot, akkor sem tudjuk behozni azt az inflációs értékvesztést, amit az elmúlt több mint 10 évben ez a konstrukció átélt. De nem fogja a kormány, mert erre rövid úton azt mondták, hogy nem. Azért ne gondoljuk, hogy nem fogja a kormány, mert egy bizonyos tömegnyomás fölött keresztül tudnak menni kezdeményezések. Gondoljunk csak a kilakoltatási moratóriumra, amíg Z. Kárpád Dániel évekig egyedül mondta, addig nem nagyon valósult meg, bár több mint 50 kilakoltatáson jogsegélyeztünk, voltak eredmények, de a helyzet az, hogy egyedül mondtam, nem valósult meg. Ahogy az egész ellenzék és civil szervezetek egymás hangját felerősítve mondták, hirtelen megvalósult, és másfél évre az előző választás előtt kilakoltatási moratórium volt. Nem tudom, hány család menekült meg ezáltal, de itt is tömegnyomás gyakorlásával, kulturált szakmai üzenettel, de mégis társadalmi erő felmutatásával igenis lehet eredményt elérni. Köszönjük, hogy itt volt. Köszönjük, és köszönöm a megtisztelő meghívást.